Bejárták a környék nevezetességeit, többek között a Medves Fensíkra, a Magyarósi kilátóhoz és a Salgói Várba is ellátogattak az idei imatábor résztvevői augusztus első hetében. A HIT gyülekezete idén 7. alkalommal rendezte meg a találkozót, melyre közel 600-an érkeztek az ország több mint 100 településéről. Salgótarján környéke gyönyörű, nagyon kedveltek ezek a hegyek, így általunk, illetve nagyon szeretünk ide kimenni. Most Széchenyben vagyunk éppen. Én nem voltam még sosem Széchenyben, tehát erről hallhattunk egy nagyon érdekes előadást, a történetéről. Voltunk a Széchenyi kastélynál, az udvarában, illetve most itt vagyunk a parkban. Nagyon kellemes, megadatott, hogy gyönyörű időnk van, úgyhogy ezért is hálásak lehetünk. A fő cél az imádkozás, az ima táborban benne van a nevében, hogy az imádkozás a legfontosabb tette egy keresztény embernek, amellett, hogy példamutató életet kell élnie. Az országért, az ország felemelkedésért imádkozunk nagyon sokat, illetve az, hogy az emberek fontosnak tartsák azt, hogy nem véletlenül születtek ide. Sokat járunk ki Salgótarján környéki hegyekbe, településekre, imádkozunk nemzetünkért, imádkozunk az országunk jólétért, imádkozunk a szabadságért, hiszük azt, hogy Isten kegyelme tudja ezt az országot felemelni, megmenteni és élhetővé tenni. Korábbi évekhez az idei imatáborban nagyon sokat változtak az ima céljaink. Maga a programok hasonlóak, már akkor is annyira telített volt, hogy ahhoz új programot betenni nem lehetett, de az ima céljainkat aktualizáltuk, amik most fontosak, hogy megoldást nyerjenek a nemzetünk számára, gyülekezetünk vagy a családok számára. Ezeket a célokat frissítettük, és ezek mentén imádkozunk. A tábornak az Uzoni Péter Gimnázium adott otthont. A több száz résztvevő között voltak olyanok is, akik határon túlról érkeztek. Többek között francia, svéd, lengyel, angol és német vendégeket is köszönthettek Salgótarjánban. Az idei imatábort is színesítették előadások és közös istentiszteletek az egy hét folyamán.